Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a konferencia részvevőit. Én be kell valahogy először 1964 őszén találkoztam Kovács Mihály tanárúrral, mint kecskeméti piarista diák. Följöttünk meglátogatni Budapestet, és akkor bent a piarista gimnázium tornatermében aludtunk ingyen, és akkor elvitt bennünket a Helyes Laci bácsi osztályfőnökünk a fizikumba, és megcsodáltuk a csodamalmot. És én akkor találkoztam vele először, és ezek az élmények után, hát rendszeresen, amikor beléptem 65-be a rendbe, de igazából nem magamról, hanem róla szeretnék beszélni, és néhány olyan történetet is szeretnék elmondani, ami talán nem köztudomású. Az életrajza peregni fog, ugye éppen 90 évet élt, és 5 évvel ezelőtt temettük el, 1916-ban született Szegeden, 1919-ben meghalt az édesapja, éppen a határok leválásakor, aki Szeged, ami szinte az ország közepén volt, az hirtelen a határszélre került. Az édesapja egyébként asztalos volt, és utána az édesanyja egyedül neveli. Egy családi kép maradt, amit a hagyatékban megtaláltuk, egészen fiatal gyerekként ott van az egyik nővérével. 1926-ban kerül a Szegedi Piarista Gimnáziumba, és 8 éven keresztül ott jár, 8. év után jelentkezik a rendbe. Ott találkozik egy olyan piaristával, aki igazából nem a fizikára tanítja, hanem a gyorsírásra. És tulajdonképpen ő is a gyorsírást tanítja az osztálytársainak, meg gyorsíró versenyt szerveznek, és ezen keresztül kerül tulajdonképpen közel a pedagógiához és a piarista élethez, és leírja az egyik emlékezésében, hogy hát őt felnőttként kezelte az a fiatal piarista gyorsíró rendtárs, aki igazából elindította a piarista útra. 1934-től 1940-ig piarista növendék, és ekkor kerül igazában a cserkészettel kapcsolatban, és igazából a fizikával ekkor kerül kapcsolatban, és ekkor jár az egyetemre, és igazából ekkor csodálkozik rá a repülésre, amit talán kevesen tudnak, hogy ő neki pilóta vizsgája is volt, tehát ez a pilóta igazolványa, ami azt jelenti, hogy vitorlázó repülő vezetői tanfolyamon vett részt Esztergomba, és ugye hát természetesen erre, mint piarista növendéknek a tartományfelnöktől engedélyt kellett kérni, és ugye amikor megkérte az elbeszéléseit, azt mondták, hogy hát megint van egy külön piarista, aki ilyen hülyeségekkel foglalkozik, mint a repülés, mondták neki a 38 táján, de be kell valahogy a második világháború után már sosem repült, tehát még a Szegeden repült, de utána már soha nem repült. Közben elvégzi ugyancsak a katonalelkészi kiképzést is az utolsó évben, és a katonalelkészi kiképzést is kapott. Majd 40-41-ben gyakorló tanár Budapesten, és innen kerül le Szegedre, 40-től 43-ig Szegeden tanár. Nagyon érdekes volt, hogy akkor is volt tehetséggondozás, csak akkor úgy hívták, hogy csudaparasztok iskolája. Erről mesélt, mert ő volt a kollégiumban, és hát a bekerülő fiatal paraszt gyerekeket nem csak matematikára, fizikára, hanem kultúrára is kellett nevelni, és ő ezt nagyon mélyen és nagyon szeretettel csinálta. 1943-ban kerül Budapestre, és lesz tanár. De elég hamar abba kell hagyni a tanítást, és 44-ben már belép a Vöröskeresztes szolgálatba, és tulajdonképpen az iskoláját, hát hol tanítanak, hol pedig betegeket ellátnak, meg szervezik a háborúban levő dolgokat, és akkor 1944-ben ő Szombathelyre kerül, ahol kiderül, hogy rengeteg magyar gyereket visznek leventeként Németországba. És akkor a Szemenyei tanár úr, akiről már a Oberfrank Ferenc elnök úr beszélt, rádöbbennek arra, hogy ezekért a fiúkért valamit tenni kellene. És elindulnak tulajdonképpen minden papír nélkül szinte egy tábori lelkész igazolással
tulajdonképpen igazából nagyon komoly német tudás nélkül is Németországba, hogy ezeket a leventéket valamilyen módon megszervezzék. Itt a igazolvány, ami megmaradt, amivel engedélyt kap, hogy mehessen kifelé a tábori lelkészként. Itt a leventéknek tart egy szentmisét, be kell vallani, hogy könyvet adott ki a leventéknek, tanfolyamot szervezett. Tavaly nyáron nem voltam Keszthelyen, és Keszthelyen mindig van július végén, augusztus elején egy ilyen arató ünnepség, meg egy gépkiállítás. És találkoztam ott egy ilyen idősebb emberrel, akinek egy ilyen kis gépmodell volt ott előtte, és azt bűvölgette ott, és mellette volt egy könyv, és akkor látom, hogy leventeként, vagy levente emlékeim, vagy valami ilyen, és akkor hát ugye szobáltam vele, és megkérdeztem, hogy Kovács Mihályról hallotta, és akkor írtam, hogy jaj, a tanár úr, hogy életben maradtam, neki köszönhetem. Hát kiderült, hogy ő is ilyen barkácsoló ember volt, és hát ugye villanyt meg egyebet vezettek össze-vissza, és hát, hogy nem haltak meg, azt tulajdonképpen a tanár úrnak köszönhették, mert ők, hát ott segítette őket, és de körmenetet szervezett, tanfolyamot szervezett, tehát tényleg ott a leventéket, és irányította őket haza, és tulajdonképpen, hogy körülbelül 40 ezer levent hazakerült, az neki köszönhető. Ő ugyancsak arról is ír a 40 ezer magyar levente kálvária című könyvben, amit a második emeleten néhány példányban még lehet kapni a kiállítással, amit készítettünk. Ott van ez a könyv is, illetve az Üveges tanárról írt könyvből is van néhány példányt, amit meg lehet vásárolni. Tehát ő ott leírja, hogy bizony lányokkal is találkozott kint, akik bizonyos mértékig becsapva egy kicsit, de önként mentek ki. A németek, sváb lányok, akiket megtévesztettek, hogy hát tiszta ária németeket fognak majd nevelni a gyerek további anyaságukba, és hát gyakorlatilag ott egy táborba voltak bezárva, és őket is gyontatta, ellátta, és utána ment a fiúkhoz tovább. Ez egészen 1946-ig tart, 1945-ben az évkönyvben az szerepel, hogy Kovács Mihályról nem tud az iskola. Tehát akkor nem tudták, hogy éle, hal-e, hol van igazában. 1946-ban tér vissza, és ekkor a első évben megszervezi tulajdonképpen az üdüléseket, mert valamikor április-május táján tér vissza, nem vesz részt már a munkába, hanem a balatoni nyaralást szervezni meg a gyerekeknek, és hát gyakorlatilag megírja a tábori jelentését, amit a 40 ezer magyar levente kálvária című könyvben ad ki később. 1946-tól 48-ig tanár, ugye 48-ban államosítják az iskolákat, és ekkor lesz segédlelkész Zuglóban. Természetesen a fiatalokkal való foglalkozás nem hagyja abban, ekkor még ugyanúgy kirándul a gyerekekkel, és elmesélte azt is, hogy ugye ebből a rendházból mentek el kirándulni, hogy mikor megérkeztek egy-egy kirándulásra, 50 tának először körbejárták a rendházat, és a megfelelő ablakokban megfelelő módon világítottak, akkor vélték, hogy még nem vitték el az atyákat, tehát érdemes hazajönni. Ugyancsak 1951 táján volt, hogy a Balatonon az őrsi csónakokkal leveztek, és akkor hát a szentmisére bementek természetesen a templomba, és hát utána föltűnt a helyi rendőrnek, és bevitte a rendőrségre, és igazoltatta. Mire a Szabad Európa Rádió este bemondta, hogy Kovács Mihályt hát ugye a rendőrség bevitte. Amire, amikor este hazaérkezett, akkor megkérdezik, hogy te miért jöttél haza? Hát neked a rendőrségen kellett volna lenni. Tehát körülbelül ebben a helyzetben van 1950-ig. 1950-ben újra megnyitnak ugye 8 katolikus gimnáziumot, ebből 2 piaristát, Budapestet és Kecskemétet. A megállapodás szerint 2-2 párhuzamos osztályt lehet indítani az iskolákban, és akkor hát kiderült, hogy annyi, hát hogy mondjam, szocializmusnak alkalmatlan fiatal van az országban, akik különféle szülői háttér miatt nem tanulhatnak normális állami gimnáziumba, és hát kiderült, hogy a két osztály teljesen betelt full, és akkor beírnak az AIH-nak, hogy még 2 osztályt szeretnének indítani. Mire az AIH válaszol, hogy természetesen nem. Hát erre Kovács Mihálynak van egy olyan ötlete, hogy mi lenne az,
írnánk, hogy párhuzamos osztályokat indíthassunk. És hát erre írtak párhuzamos osztály, hogy párhuzamos osztály indíthassanak, és erre természetesen megadták az engedélyt. Akkor kiderült, hogy 4 osztályt elindítottak, mire úgy október táján rájöttek, hogy de nem erre gondoltak, hanem csak arra, hogy 2 osztály indítanak. Az egy osztálynak mondták, arra volt engedélyük, arra miért kértünk volna. Úgyhogy az első évfolyam 1950-ben 4 osztályjal indult a Piarista gimnáziumba, továbbiakban már csak 2 osztályt indítanak, majd valamikor 1989 táján Borján igazgató úr az, aki 3. osztályt is fölvesz már a Piarista gimnáziumban. 1950-től 82-ig van tanári állásban, akkor kezdődik, hogy a szeme igazában megbetegszik, hályok keletkezik a szemén, és gyakorlatilag nem lát rendesen az iskolában, és akkor ki kell venni az iskolából, mert egyszerűen már a látás annyira meggyengült, majd később megoperálják, és akkor ismét rendesen lát, és újra bejár a fizika laborba, illetve a számítástechnika terembe, és igazában 1990 táján van igazában nyugdíjba. Egészen 2006 március 23-ánig él, és akkor hal meg. Munkásságával kapcsolatban néhány dolgot szeretnék elmondani, ugye itt a ballagtató tanárként a gimnázium udvarán, ez egy fiatalkori képe. Igazában a második nagy feladata volt, amit be ő részt vett, az 1953-ban a gimnázium átköltöztetése. Ott is volt egy nagyon kedves emlék, amit történetként elmesélt nekem is, hogy hát ugye elég magas műszaki végzettséggel, több diplomával rendelkező villanyszerelők dolgoztak a Piarista gimnázium kialakításában, de ezek legtöbb részt a diplomát humán diplomával rendelkeztek, és nem reállal, és hát vezették a madzagot úgy megfelelő vastagsággal. Mire a Kovács Tamás mondta, hogy hát a végén még csak ő ez a drót, de hogy mennek lefelé, egyre vastagabb legyen. Hát közölték, hogy a szocialista erkölcsöt rombolja, és kitiltották, és ő nem mehetett be az épület kialakításakor, és amikor átvették az épületet, akkor azt kezdte, hogy gyújtsák fel a villanyokat, mire a második emeletre fölértek, akkor az egész alsó emelet kiégett, úgyhogy újra kellett vezetni a villanyt. És tulajdonképpen, amikor átköltözik a gimnázium, akkor gyakorlatilag a következő ilyen nagy megpróbáltatás 1956, amikor a fizikum, illetve a fizikai előadóból, ami a rádiónak a hátsó kapujára nézett, hát onnan lőtték, és onnan is lőtték a rádiót, meg onnan is megjelent egy csomó felkelő, és hát onnan próbálták elfoglalni a rádiót, és hát amikor nyilván elfoglalták, akkor egy csomó fegyvert is hagytak ott, mert ugye nem mindenki vitte el a fegyvert, mikor már vége volt, és hát a Miska bácsi este, mint szokás, végigjárt az épületet, összeszedte a fegyvereket, és berakta az egyik dobogó alá. Még néhány nap múlva, nekem is mesélték, összeszedték az összes piaristát, hogy adják elő a fegyvereket. És a Miska bácsi elgondolkozott, hát kedves uram, ma rajta áll a dobogó néppel, mert abban a teremben voltak. Úgyhogy, hát ott, kérem szépen, tulajdonképpen ebben az időben a piaristáknak egy olyan helyzet adódik, hogy nem nagyon engedik pasztorálni akkor a piaristákat. Kovács tanárat se, meg a többieket se. Illetve elég sok nagy papbőség van, tehát nem is nagyon igénylik. Ennek következtében a nagyon komolyan elkezdenek dolgozni és tanítani. A Kovács tanár úr is ekkor kezd igazában azokba az új irányokba dolgozni, ami az atombomba és az űrrepülés felé. Én neki mind a kettő valami módon nagy élménye volt. Ugye az atomfizikátban Öveges tanár úr volt az előd, akitől megtanult rengeteget, illetve hát az űrrepülésben pedig önmaga, hát mondjuk ásta bele magát, és ezen keresztül jutott el igazában a kibernetikához, hogy itt már nem lehet embernek irányítani, itt már gépeknek kell irányítani. És ekkor indul el az atomfizika szakkör, és ekkor indul el a kibernetika szakkör. És tulajdonképpen ekkor készülnek először az analóg gépek, amikor tulajdonképpen a Wheaton hídnak a különféle változásaiból tanítja meg az összeadást és a szorzást, osztást a géppel,
illetve lassan eljönnek a relés időszakok, amikor a digitális elven próbálnak relével hát új eszközöket építeni. És tulajdonképpen úgy tudom, hogy minden diáknak volt lehetősége építeni, pénzen nem múlt, hanem eszközön sem volt, múlt, időn sem múlt, nem mindenkinek volt ideje. Tehát ezek, ekkor épültek azok a gépek, amelyek ugye ez még az analóg gépek, hiszem Nádasi tanár úrnak a világa ez a 8-as kombinet, ami már digitális, itt lehet látni, hogy mennyi gép épül, van, aki fölismeri magát, úgyhogy akkor itt a logi, a gyakorlati út, a mikromat, Vojnárovics tanár úrnak a főműve. Néhány kibernetikai játékgép címen meg is jelenteti a Kovács tanár úr, és ez úgy tudom, hogy nem csak magyarul, hanem több nyelven is megjelent, annyira jelentős volt abban az időben. És utána tulajdonképpen, ahogy a számítástechnika elkezd fejlődni, akkor tovább lépünk a, mi is a fejlődésben, elér a kalkulátorok, illetve a számítógépek világa. Még ebből az időből egy nagyon kedves történetet szeretnék elmondani. Ugye Kovács Mihály tanulra 60-as években a fizikus ankétokon minden, hát hogy mondjam, díjat elhoztak a diákjai, mert nem ő hozta, mindig azt mondta, a diákjai hozták el, és 1963-ban hát egyértelmű volt, hogy ő kapja meg a Mikola díjat. Minden fizikus hát afelé ment, hogy ő kapja meg a Mikola díjat. A Mikola díj odaítélő bizottsága akkor Vermes Miklós tanár úr volt, Lévius Ernő bácsi és Csekő Árpád bácsi. Ebből én kettőt ismertem személyesen is, akár mondhatom, hogy atyai barátjaim is voltak, ez a Csekő Árpád bácsi, meg a Vermes Miklós bácsi. A Miklós bácsit megkérdeztem, hogy hogy is történt az 1963-ban. Hát azt mondta, hogy összeültünk, és megítéltük a Kovács tanár úrnak a díjat. Erre közölt a jelenlevő minisztérium ember, hogy nem kaphatja meg. Hát ugye elmegy telefonálni. Azt mondta, elment telefonálni, visszajött. Azt mondja, akkor én is jelentkeztem, hogy én is elmegyek telefonálni. És visszajöttem, és közöltem, hogy akkor senkinek nem adja. 1960-ban nem kapták meg, és nem kapta meg senki a fizikai, a Mikola díjat. Ez nagyobb botrány volt, mint hogy odaadták volna Kovács tanár úrnak. Csekő tanár úr el is jött, ezt a Kovács tanár úr mondta el, hogy elmondta, hogy Miska, te kaptad volna meg. Ezek a marhák nem engedték, és nekem azt mondták, hogy én klerikáros vagyok, én a kálvinista. Úgyhogy, de közszeretetnek örvendett, én tulajdonképpen, amikor a fizikus társadalomba bekerültem, akkor rajta keresztül kerültem be, és fogadtak nagy-nagy szeretettel, hiszen ő olyan közkedvelt volt, hogy ennek keretében hát segítettek. Utána az első komoly nagy számítógép irányú beszerzés volt a Hewlett-Packard kalkulátor, ami már több lépésen keresztül programozható volt, de ez még mindig nem számítógép volt, és utána vette meg az első igazi számítógépet. Tessék! Az volt, a 9800-es lehetett programozni rendesen. Így van, de még... Tudom, nem mondtam, hogy nem, de ez már az igazi személyi számítógép, ez a TRS-80 volt, amit iszonytató nagy pénzét, 10 000 dollárért hozatott akkor meg, ami akkor is, ha segélyszerzeknél nem lett volna akkora tekintély, amekkora volt, akkor nem kaphatta volna meg. Hát ugye ebben már több fiatalnak volt. Én ezzel láttam az első vírust, amikor elejtette a betűimet, ki is tiltottam egy hónapra a dolgozót, aki ezt csinálta velem, úgyhogy akkor az nagy büntetés volt, ám nem az, hogy ez reggel a fél hét tájban bekapcsolt, és este a tanórák kívül este 7-8-9 óra tájban kapcsolódott ki, annak idején Kovács talán meg én intéztük, hogy ez működjön. Ezek után természetesen mellett a technika is elindult, a modellek, mert őt mindig a hardware is érdekelte, nem csak a szoftver, és megépítették a kompjútermodellt, és tulajdonképpen elindultak a különféle processzoroknak a világa, és ehhez
mint automatikát, vasutat építettek, amit vezéreltek, különféle hát egyéb robotokat építettek, amelyekkel rakosgatni tudtak. Tehát a robottechnika alapjait tanította meg a fiatalokkal. És természetesen emellett volt egy másik irány, amit úgy hívunk, hogy hajózás. Neki szerelme volt, szerette a hajózást, illetve a vizet. Ugye kezdetben az őrsi csónakokkal eveztek a Balatonon, majd be kell vallani, azt is ő mesélte el, hogy 1950-ben, amikor visszaállították a két gimnáziumot, akkor nekünk Balatonon volt egy cserkész, hát hogy mondjam, ilyen nyaralónk, de azt is elvették 1950 táján, de ott volt két vitorlást. És akkor lementek Szemenyei úrra, és ellopták a két vitorlást. És valamikor áprilisban, a nagy hidegben áthajóztak Balaton-Almádiba, és akkor ott letették, és innen indult tulajdonképpen a hajózás, de ezek megöregedtek, és akkor el kellett kezdeni építeni. De megben nem volt pénz, akkor elkezdtek építeni, és hát igazából nagy nevelés és nagy építkezés volt a vitorlásoknak az építése. Két kalóz és egy beluga készült itt, ez éppen a Múzeum utcának az a pillanat, amikor az Erzsébet hídnak a munkásai jereztik le a belugának a megépített alsó részét, ami a fizikumnak a hátuljában épült. Ez a vándordia? Ez a fiastyúk szerintem. Ez a fiastyúk volt már, a többi kifért. Ez nem fér ki, csak ez a fiastyúk. 45 percre kaptak. 45 percre kaptak útlezárási engedélyt, és az alatt el is végezték. Úgyhogy itt van a piarista flotta. Kérem szépen, mellette volt egy, szerintem még egy nagyon, azt mondhatnám, hogy igazán izgalmas dolog ez a fizikus klub, ahol diákokat tanított meg előadni. És olyan kérdésekre adtak elő diákok, és olyan kérdésekről tanultak meg előadni, tanították meg és indította el, ami egy életre szólt a fiataloknak. Gondolok itt a távcsőről, hologramról, viking programról, az űrrepülésről. Ilyen meghívó volt mondjuk a Jupiter csodálatos birodalma, vagy a fizikus klubnak a éves programjának az előkészítése. És hát természetesen 1980-ban megkapja mégiscsak a Mikula díjat Salgótarjánban, és hát tulajdonképpen ő is lassan elkezd beteg lenni, és egyre beszűkül a világa. De mindig szeretettel fordul a diákjai felé, és szeretettel fordul mindenki fel, akit meglátogatta. Én köszönöm, hogy meghallgattam engem, és kérem, hogy őrizzék jó emlékű a Kovács Mihály tanárnak.